Hát nagyon szépen köszönöm a felkérést és a kedves szavakat a Drótos Laci részéről. Ha nem mondta volna, akkor én hoztam volna szóba ezt a K2 kísérleti műhelyt, ami hasonló módon indult, tehát voltak nekünk ilyen online közvetítéseink, de az online közvetítések azok állandó technikai hibák miatt, egyszerűen azt mondtuk egy idő után, hogy nem csináljuk, de ez nagyon érdekes egyébként, mert azt figyeltük meg, hogy az mondjuk, hogy van egy online közvetítés, akkor mondjuk 100 embernek megy, ő otthon nézi, a 101. neki valami problémája van, és ír a katalisztra azonnal, hogy nem működik könyvtárintézet, levelük, nem tudom micsoda. Úgyhogy annyira nehéz ez a műfaj, és örülök neki, hogy nektek megvolt ez a bátorságotok, és remélem, hogy megmaradunk ilyen jövőorientált módon ebben a szemináriumban. Az, amit a Laci mondott, hogy ugye ez lenne a kutatás területem, azt egy kicsit úgy finomítanám. Inkább azt mondanám, hogy nagyon örültem neki, mikor jött ez a felkérés, mert nagyon sok gondolatom van ebben a témában. Mondjuk az embernek felkérik valamire, nem baj, ha legalább egy-két gondolata van. És amikor mondta, hogy lesz ehhez egy hozzászólási lehetőség, illetve lesz egy olyan része is, amikor ezeket a kérdéseket meg lehet vitatni, akkor én bennem egy olyasmi dolog sejlett fel, hogy én most mondok valamit, és erre fogok kapni reakciókat. És engem ez rendkívül motivál. Az motivál, hogy én most azt mondom, hogy én ezt így gondolom, és hogy hát, ha valaki azt fogja mondani, hogy ez jó, vagy azt mondja, hogy ez nem jó, vagy ezen finomítsunk, vagy hozzátesz még egy csomó minden mást, ami nekem nem jutott eszembe. Úgyhogy erre utal ez a bizonyos fésületlen gondolatfoszlányok itt alul. Szóval az a cél, hogy ezeket itt most megfésüljük, és újabbakat tegyünk bele. A jövő kutatásról volt egy konferencia néhány hónapja, a Magyar Információ Brókerek Egyesülete szervezte, és ott meghívtak a vállalati szférából is stratégákat, akiknél ugye ez konkrétan és pénzön mérhető kérdés az, hogy belelátnak egy kicsit a jövőbe. Többek között a Telekom részéről is ott volt egy ilyen stratégiai igazgató, és ők mondták, hogy tulajdonképpen három fő módszer van arra, hogy megnézzük valaminek a jövőjét. Az egyik az, hogy vannak a múltnak a trendjei, és azokból látunk vonalakat, hogy azok merre mutatnak, és abból megpróbálunk valamilyen következtetéseket levonni, és akkor sok ilyen diagramot felrajzolunk, és akkor abból a jövőnek bizonyos szeletei azok szépen össze fognak állni. A másik ilyen megközelítés, ez a szenárió elemzés, amikor megkérdeznek okos embereket, hogy ők mit gondolnak a jövőről. Ezek az okos emberek, akik vélhetően nem véletlenül kérdezzük meg őket, ők mondanak valamit, és akkor ebből a sok különböző szenárióból áll össze egy valószínűsíthető jövő. Ez a második verzió. A harmadik pedig, amikor a kettőt egyszerre alkalmazzák. Az elsővel a legfőbb probléma az, hogy minden egyes körülményt változatlannak feltételez. Tehát azt mondjuk, hogyha a könyvtár jövőjéről beszélünk, akkor azt mondjuk, vannak a múltban lévő dolgok, és például feltételezzük, ugye most jelenleg nem tudok, gondolom, én úgy tudom, hogy például a könyvkiadásnak a számai, legalábbis ami a publikációk számát illeti, az növekszik. Tehát egyre több publikáció jelenik meg. Például azt feltételezzük, hogy ez így marad, és nem lesz valami olyan sok, amitől ez megváltozik. Ez a telekomos előadó, sajnos nem emlékszem a nevére, azt hozta példának, és ez nagyon tetszett, hogy az 1960-as években voltak a jégkészítők. És a jégkészítők, ők megnézték, hogy mi lesz a jövő,
És azt mondták, hogy ugye növekszik a jólét, és ennek az lesz az eredmény, egyre többen engedhetik meg maguknak azt a fantasztikus luxust, hogy megveszik a jeget, és akkor ilyen jeges limonádét isznak. Ez így lett. Csak nem gondoltak rá, hogy jön egy külső tényező, a hűtőszekrény. És a jégkészítés bizniszbe kár fektetni a pénzt innentől. Ez egy borzasztóan veszélyes terület itt a múlt trendjeit kivetíteni, viszont tehát valamit majd mutat nekünk. A szenárió elemzést azt azért nem tudjuk alkalmazni jelen esetben, az egy meglehetősen szubjektív műfaj. Itt a szubjektivitást azt próbálja ellensúlyozni, hogy több szakértőt párhuzamosan kérdeznek meg, és akkor ennek az eredményét próbálják valahogy ilyen szintézisbe foglalni, úgyhogy ez a harmadik variáció lenne a legjobb. Most itt ennek az előadásnak az elején én fogok mutogatni trendeket, tendenciákat, azokat én kivetítettem a jövőre, hogy azok merre mutatnak, az Excel ezt meg tudja csinálni, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó kis szoftver az Excel. Ez alapján majd nekünk kirajzolódik egy kép, és ez alapján a kép alapján fogunk egy ilyen szubjektív jövőképet vázolok, és ezt követően ennek egyes elemeit majd kibontom, és ezeknek az egyes elemekhez rendelek jelenlegi szolgáltatásokat, tehát ami különböző országokban valahol működnek, és amit én úgy gondolok, hogy azok ilyen eléggé jövőben mutatóak. Tehát valami ilyesmi lesz az egész előadásnak a felépítése. Most a következő nagy kérdés még az, hogy miért van szükség egyáltalán a jövő kutatásra? Arra, hogy tudjuk azt, hogy mi lesz a mi jövőnk. Ugye 20 év múlva 50%-os eséllyel mi ugye nem leszünk, de majd átképezzük magunkat valami másnak, úgyhogy ettől egyáltalán nem rettegünk. A jövőt azt azért kell mindig tudnunk, hogy tudjuk, hogy merre megy a hajó. De azt, hogy a hajó arra fog-e menni, azt szinte 100%-os bizonyossággal tudhatjuk, hogy nem arra fog menni. De mégis mindig keressük, ugye erre találták ki a menedzsmentben ezt a bizonyos gördülő tervezést. Ugye régen az volt a megközelítés, hogy 5 éves stratégiai ciklusokban gondolkodunk, és megcsináljuk a stratégiai tervet, 4. év végén végzünk vele, és azt mondjuk egy éven keresztül, hogy mi már végeztünk. Ugye a gördülő tervezésnek éppen az lenne a lényeg, hogy minden évben újra tervezzük, és ugyanúgy 5 évre vagy 3 évre valamennyi időre előre tervezünk. Hát valami ilyesmit kellene csinálni, hogy ezt a jövő orientációt, ezt folyamatosan, mint egy szemléletet fenntartani, hogy megnézzük, és folyamatosan monitorozni, hogy mi lehet vajon a jövő. Hát itt a kérdések, amiket én vizsgálgattam, az, hogy hány könyvtár lesz, hány könyvtáros lesz, hány könyvtár használó lesz 2050-ben. 2050 az egy kellően távoli időpont, hogy addigra már nyugdíjas legyek, és már ne vágjanak a fejemet semmit, hogy miket beszéltem. Illetve hát a távhasználat kapcsán sajnos nem tudtunk odáig elmenni, majd azt külön megmutatom, hogy miért. Na nézzük először, hány könyvtár lesz Magyarországon 2050-ben. Hát 1970-től kezdve voltak egymással összehasonlító adataink, egymással összehasonlítható adataink. Innen is köszönetet mondok Somogyi Józsefnek, a Könyvtárintézet statisztikusának, aki ezeket az adatsorokat a rendelkezésemre bocsátotta és összeállította. Ugye hát azt látjuk, hogy a könyvtárak száma az folyamatosan csökken, van egy nagy drasztikus csökkenés, ez 1990 után következett be. Itt jellemzően szakszervezeti könyvtárak szűntek meg, tehát ennek köszönhető ez a nagy mértékű csökkenés, és utána egy nagyon enyhe lejtés következik. Hát amit itt ez a piros vonal ugye 2050-ig mutat számunkra, ez azért teljesen reális, mert ugye itt az utolsó szám az 2012, a megyék könyvtársok tudják, hogy a KSR-ből, ahogy kilépnek a települések, vagy a belépnek a települések a KSR-be, akkor ők megszűnnek, mint intézmény lenni. Tehát az, hogy most szerintem lassan elérjük ezt a 2050-es szintet, hogy kb. Annyi könyvtár van már most Magyarországon, vagy néhány éven belül ennyi lesz. Tehát kevés könyvtár, kevesebb könyvtár lesz. Na, hogy alakulnak a könyvtárosok? Egy kicsit itt érdekesek ezek az adatok, mert hát nagyon, nagyon össze-vissza ugrálnak ezek a számok, ami nyilván némi ilyen megbízhatatlanságot sugall, tehát valószínűleg kicsit megbízhatatlanok ezek az értékek, viszont egy enyhe csökkenés ebben a tekintetben is
is hát látható. És ugye a jelenlegi, ilyen 10.000 fős körüli létszámunk az olyan 6.000 köré fog menni 2050-ig, ami ugye jóval kevésbé sokkoló, mint hogy mondjuk megszűnne ez a szakma teljes egészében. A következő ilyen dolog, amit megnéztem, ez a kölcsönzött dokumentumoknak a száma. A kölcsönzött dokumentumok számában is természetesen csökkenés mutatható ki, viszont az első, ami már talán egy kicsit meglepő lehet, az, hogy a beiratkozottak száma az viszont picit növekszik. És ez, hogyha a jövőre kivetítjük, azt mondjuk ez még jobban fog növekni, hát nem annyira nagyon drasztikus ez a növekedés. Viszont ezzel kapcsolatosan van egy olyan szomorú hírem, hogy ez a beiratkozottak száma az nagyon nagyban függ a társadalmi és a demográfiai folyamatoktól. Ugye itt azt látjuk, hogy a rendszerváltás éve 1990, ott van, amikor minden lezuhant, és utána 2000 környékén, ugye amikor meg a felsőoktatás az eltömegesedett, tömegjelenség lett, hogy az emberek felsőoktatásba kezdenek tanulni, akkor meg ez elkezdett növekedni, és azóta nagyjából stagnál. Stagnál ez a dolog, hát itt az Excel-ő ilyen optimista vonalakat rajzol nekünk. És végül az igazán jó hír, a távhasználatok, ugye? Hát azok így növekednek. Itt 2003-tól vannak adatok, 2003-tól 2013-ig voltak egymással összehasonlítható adatok. Ez az első kettő, itt ezzel kapcsolatban az egyetlen rossz hír az, hogy a távhasználatoknak a mérése az nem igazán egységes. Tehát ott mindig növekszik, mert kicsit többet írunk be, de hogy ez mennyire megbízható, azt arra nem mernék mérget venni. Minden esetre azért nem véletlenül így csináltam ezt az összeállítást, ugye, tehát először úgy lefelé indultunk, aztán úgy szépen fölfelé, ugye, mint egy ilyen jó üzleti terv, így a végén így hasítanak a számok, és miénk a jövő, ugye ezt sugallja ez a dolog. Korábban csináltam egy ilyet az Országos Széchenyi Könyvtárban, beszélgettünk kollégákkal, és akkor megnézegettük a saját intézményünknek a hasonló adatait. És az lett a végső tanulság, ugye először azon gondolkodtunk, lehet, hogy ez az egész módszer ez nem elég gyenge, szóval hagyjuk ezt. A következő pedig az lett, hogy arra jöttünk rá, hogy az vele a probléma, hogy koherens lesz a végeredmény. Tehát valami olyan dolgot sugal, ami egy egységes, egy világos jövőképet vázol fel. Na most ezt a világos jövőképet egy néhány gondolattal itt akkor bemutatnám. Most ugye az első az, hogy kevesebb könyvtár lesz. Ez abszolút a jóléti rendszerből fakadó szükségszerűség. Ez alatt én azt értem, hogy egyre kevés a jóléti rendszernek a fenntarthatósága az egyre kevésbé magától értetődő, hogy mi csak úgy fenntartsunk olyan dolgokat, amikből nincsen közvetlen hasznunk, és a jóléti rendszert, hogyha mi fenn akarjuk tartani, akkor rendkívül hatékonynak kell lennünk, és egyre hatékonyabban kell működnünk, hasonlóan a vállalatokhoz. Ugye a vállalatoknál is egyre azt szokták mondani, hogy minden egyes válság után a vállalatok azok egyre hatékonyabban működnek, ezért egyre többet lehet keresni a tőzsdén. Ez nem tudom, most ez így van-e, hogy a válság után majd most annyira sok pénzt lehet keresni a tőzsdén, de hogy a 30-as válság után kicsit meredekebben emelkedett a vállalatoknak a jövedelmezőség, azért mert megtanultak hatékonyan dolgozni. Most ez az, ami a könyvtáraknak is egy fontos szempont, hogy meg kell tanulnunk rendkívül hatékonyan dolgozni, ezért egyre kevesebb könyvtár lesz, ami nem jelenti természetesen az, hogy kevesebb lesz a szolgáltatóhely is. Kevesebb könyvtáros. Na most itt a felsőoktatásban oktatóként azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy sokkal több könyvtáros akkor se lenne, hogyha az Excel nekünk mást rajzolna, mert nagyon kevesen jelentkeznek könyvtárszakra. Tehát, hogyha most jelenleg megnézzük, hogy hány könyvtáros állás üresedik meg, és mekkora a felsőoktatásnak a kibocsátása ezen a területen, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a kép, ez még optimistának is tűnhet, amit itt az előbb láttunk.
A regisztrált olvasók száma, ugye ez regisztrált olvasók azért lehetnek nekünk fontosak, mert ők azok, akik elkötelezik magukat a könyvtárak mellett. És tehát azt mondja egy regisztrált olvasó, hogy én a könyvtár olvasója vagyok, én leteszem a voksomat emellett a szolgáltatás mellett, és egy éven keresztül én nekem szándékaim vannak ezzel az intézménnyel, szerintem ez egy rendkívül fontos attitűd. Ez elvileg ez egy stagnáló vagy növekvő képet mutat, viszont az a gond, hogy ez demográfiai folyamatok függvénye volt. És az egy nagy kérdés, hogy ez lesz a jövőben is, és az is nagy kérdés a jövőben, hogy az, hogy ki az, aki elkötelezi magát a könyvtár mellett, az feltétlenül úgy kell majd nekünk mérni, hogy regisztrált használó. Hogy ő a regisztrált használó. Csak egy példát mondok, tehát mondjuk az Európeána, amikor megcsinálja a saját statisztikáit, és azt benyújtja az Európai Bizottságnak, hogy milyen rendkívül hatékonyan dolgozunk, akkor van egy ilyen érték, illetve, hogy hány követőjük van a különböző közösségi oldalakon. És hogy ott valaki azt mondja, hogy én lájkoltam az Európeánát, és kíváncsi vagyok azokra a tartalmakra, és hogyha ebben növekedés van, akkor ő azt mondja, hogy én egyre több ember számára tudok olyat nyújtani, ami neki megüti az inger küszöbét. Ez csak egy példa volt, nem mondom, hogy ez lesz a jövő, de hogy más szempontokat is mérlegelni kell. És végül ugye van ez a nyomtatott dokumentumok forgalmának csökkenése mellett ugye a növekvő távhasználat. Ez attól függ, hogy hogy alakul a könyvkiadás jövője, ehhez én nem értek, hogy ebben milyen trendek vannak, és mit várhatunk. Hasonlóan nagy kérdés az, hogy a szabadidős célú olvasásnak mi lesz a jövője. Ugye itt mindig nagyon örültem, amikor a felkérésben nem az szerepelt, hogy a könyv és a könyvtár jövője, mert a könyv és a könyvtár már régen elváltak egymástól. Ugye amikor valakivel ugye ezt a Woody Allen mondta, hogy azért ne vitatkozz hülyékkel, mert lehúznak a szintjükre és megvernek a rutinjukkal. Ugye ez egy nagy klasszikus mondás, hogy amikor az ember mondjuk nekem azt mondja, mondjuk valakivel beszélgetek, és azt mondja, hogy mi lesz a könyv és a könyvtár jövője, akkor én neki hiába magyarázom, hogy ez felejtsük el ezt a kérdést, mert nem a könyv és könyvtár jövőjéről van szó. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy itt a szabadidős célú olvasásnál, amikor ezek a szempontok jönnek, hogy de a könyv illata, és így tovább, hogy akkor ez hogyan alakul. És végül egy nagy következmény, itt ez a digitalizálásnak a szükségszerűsége. Tehát itt növekszik a távhasználat, az egyértelmű, hogy az növekedni fog, ez egy alapvető elvárás lesz az emberek részéről, hogy ők távolról akarják használni, és ez jelenleg is egy elvárás az egyetemisták részéről. Hogy alakul ki hogy fog kinézni nagyjából a jövő könyvtár, egy nagyon rövid 3-4 gondolattal. Először is, mivel a tartalmak döntő többsége digitalizált formában lesz, könyvtáron kívül is elérhető lesz. Én azt vizionálom, hogy a használók, mivel elvárják, hogy minden online legyen, ezért minden online lesz. Ha mi nem online teszünk fel mindent, akkor azt mondják, hogy mi irrelevánsak vagyunk, ezért jobban tesszük, ha úgy csináljuk, ahogy ők szeretnék. Ezeket a tartalmakat ők távolról fogják elérni. Ez egy egységes világ lesz, amiben benne lesznek ugyanúgy a múzeumok, a levéltárak, benne lesznek a könyvtárak, és senkit nem fog érdekelni, hogy ezek a tartalmak honnan érkeznek. Ez egy közös szöveg lesz. És ezeket fogják elérni, és hasonlóan ahhoz, hogy most van egy közös katalógusunk, és hogy az egyedik minden könyvtár megcsinálta maga a kis katalógusát, és ahhoz dolgozott rajta egy csomó, és abból lettek egymással kompatibilis integrált könyvtári rendszerek, és lettek belőle az, hogy egy közös katalógusokban tudunk keresni, ugye ez manapság ez a jelen. Ehhez képest szerintem a jövő az a tartalomszolgáltatás minden módjára, egyfajta ilyen közös tartalomszolgáltatás fog megvalósulni. Na most egy ilyen, hogyha ez így viszont megvalósul, akkor az lesz a nagy kérdésünk nekünk, hogy a könyvtár, és itt viszont tényleg meg felmerül a kérdés, hogy mi az a dolog, amit csak a könyvtár tud. És ezt a dolgot én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a könyvtár az,
ami a találkozásokat generálja, ő az, aki a reflexiókat generálja, aki azt tudja mondani, hogy itt van ez a tartalom, és ehhez a tartalomhoz én hozok egy másik tartalmat, én hozok egy embert, én hozok egy közösséget, itt ez a tartalom, és ennek a környékére hozok én emberkéket. Na most itt a továbbiakban én itt három dolgot fogok összeszedni. Az egyik az a reflexió az információra, tartalomra, amikor valaki lát egy tartalmat, és ahhoz képes megfogalmaz valamilyen gondolatát. Amikor emberek egymásra reflektálnak, illetve az, amikor egy közösségi információra. Tehát a kettő, az információra és a közösségre is reflektálunk. Na, kezdjük az elsővel. Itt az információ, itt a használat és újrahasznosítás kérdését hoznám be, és az, hogy mennyire jelen van ez, és mennyire jelen volt mindig is a kultúrában magának az újrahasznosításnak a kérdése, azt az egyik kedvenc versemmel szeretném önöknek illusztrálni, ez Parti Nagy Lajos Szívlapát, talán ismerik, amiben folyamatosan különböző a kultúrára, a hagyományra állandó reflexiókat, állandó párbeszédet folytat a múlttal. Most én valami ilyesmit vizionálok a könyvtárra, amikor valaki információelemek egymásra reflektálnak, egymással találkoznak, és ezt ugye úgy hívják az irodalmárok, hogy ugye intertextualitás, meg intertextusok. Ugye ez az, amit a Parti Nagy Lajos nagyon magas szintre fejlesztett. Most ehhez a kérdéshez, amit ugye hozzá tudunk tenni technikai oldalról azt tudjuk hozzátenni, hogy van nekünk egy olyanunk, hogy szemantikus web. A szemantikus webnek az egyik kulcsmozzanata, amit itt ezen az ábrán láthatunk, ez az ábra egyébként 10 évvel ezelőtt született, tehát ebben semmi újdonság nincsen. Ez arról szól, hogy egy könyvtári katalógus az hogyan épül fel. És a könyvtári katalógus úgy épül fel, eszerint, hogy vannak bizonyos tartalmak, amik egyértelműen azonosított tartalmak, és azokkal kapcsolatokat hozunk létre. Ugye mondhatják, hogy ugyanezt csináltuk eddig is, természetesen, a könyvtári katalógusban, azt mondjuk, kapcsolatot hoztunk létre, Arany Jánoshoz hozzárendeltük a Toldi címet. Itt az a különbség, hogy ezek a dolgok, ezek egyértelműen azonosítva vannak, és mondjuk itt van ez a fogalom, hogy steampunk. A steampunknak a fogalmához, hogyha más valaki is tesz egy állítást a steampunkról, akkor ő találkozott a mi katalógusunknak az információival. Ez így érthető? Tehát, hogy a katalógusunk az egy olyan tér lesz, amiben a metaadatok, azok értelmezhetőek mások számára is. Magyarul a teljes könyvtári katalógus, meg az összes tartalom, amit mi közzéteszünk, az újrahasznosítható. És más is tudja használni azt, amit mi egyszer leírtunk. Ez egy lehetőség. Ezt Parti Nagy Lajos az irodalomban így használja a hagyományt, a könyvtársak még így használják a hagyományt a metaadatok világában. Na most erre, és itt a dolog, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy találkozásokat kell generálni, találkozásokat a különböző tartalmak között, és a könyvtár az egy olyan tér lesz, ahol ezek a tartalmak megvannak, és olyan formában vannak meg, amire esély van arra, hogy reflektáljunk. Na, vegyünk egy példát, egy viszonylag konkrét példát. Szerintem, hogyha a jövő könyvtárát meg akarjuk nézni, hogy hogy fog kinézni, és egy jövő orientált digitális könyvtár hogy fog kinézni, én nagyon ajánlanám mindenki számára az Európeánát. Az Európeánál ők nagyon előre járnak, nagyon sok tekintetben. Ők egy igazi úttörő társaság ebben a tekintetben, és nagyon tanulságos az, hogy ők hogyan találták ki, hogy kik legyenek az ő partnereik.
Ugye azt mondja először, hogy amikor ők szolgáltatásokat építenek, akkor ők foglalkoznak a végfelhasználóval, foglalkoznak az adatpartnereikkel, ezek a könyvtárok, múzeumok, levéltárok, és foglalkozik egy harmadik társasággal, őket úgy hívják, hogy Creatives, ők a kreatív iparnak a képviselői. Ők azok, akik ezeket a digitális tartalmakat újrahasznosítják. Na most egy kicsit ez részletezve, ugye mit akar a végfelhasználó? Ő azt mondja, hogy ő a szakdolgozatához keres anyagokat, ő szeretne zenéket hallgatni, és így tovább. Mit akar vegyük az adatpartnert? Mit akar az adatpartner? Ő szeretne, ő ugye a levéltár, könyvtár, múzeum, audiovizuális intézmények. Ő azt szeretne, hogy szeretne találkozni kollégákkal, és szeretne új ötleteket nyerni. És itt van ugye, hogy mit akar a kreatív ipar képviselője, és ez az érdekes, ugye azt látjuk, hogy turizmus, kutatás, oktatás. Ezek azok a területek, például ezek olyan területek, ahol a könyvtári tartalmak hasznosíthatók. És rengeteg példa van arra, hogy valaki mondjuk egy régi képeslapot mondjuk digitalizálunk, azok elérhetőek, a régi képeslapok. Ezeket a képeslapokat valaki mondjuk fejleszt egy olyan szolgáltatást, azt már nem a könyvtár fejleszti, hanem egy vállalat fejleszti, és ő azt csinálja, hogy mondjuk megyek Miskolcnak a belvárosában, és mondjuk megnézem egymás mellett, hogy hogy nézett ki régen, és hogy néz ki most. De ezt egy cég meg tudja csinálni, csak neki mi kell hozzá? Rengeteg tartalom. Azt kell neki, hogy tartalom legyen, és újra hasznosítható tartalmaik legyenek. A másik kedvenc jövőkönyvtáram, a British Library. Ők milliós nagyságrendbe tettek közzé képeket a Flickeren, azzal a céllal, hogy ezek újrahasznosításra kerüljenek, és olyan versenyeket rendeztek, ahol mondjuk a tizenévesek, meg a fiatal programozók, ők összemérhették a tudásukat, és egy feltétel volt az, hogy ők a British Library-nek az anyagait hasznosítsák újra. És jöttek a gyerekek, és játékból megcsinálták azokat a szolgáltatásokat, amiken ugye programozók hosszú időn keresztül agyalnak, és ugye ezekből az ötlet az, ami benne van, és ez az, ami igazán zseniális, de ehhez a könyvtárnak hozzá kell adni a tartalmat. És végül egy néhány ilyen mobil alkalmazásos példa. A Petőfi Irodalmi Múzeum rendkívül innovatív ezen a területen. Egy nagy kedvencem az Ottlik hajnali háztetőknek a irodalmi sétája, ami egy újabb feldolgozása a regénynek. Az ember hallgatja a regényt, és egy tableten vagy egy okostelefonon a várost bejárja. Tehát úgy, hogy közben van hozzá neki térkép, vannak információk, és így tovább. A dologban benne van ugye a modern technológia, és van benne egy olyan plusz élmény, amit a regényhez kapcsolódóan nyújt, hogy én ott vagyok azon a helyszínen, ugye, ahol ez a dolog történik. A múzeumok egyébként rendkívül innovatívak ezekben az újrahasznosítás területén. Lesznek majd még máskor is múzeumi példák, ezektől azért nem félek, mert az egyik hipotézisem az, hogy sőt nem is hipotézis, ez már így van gyakorlatilag, tehát a könyvtár, a múzeum, a levéltár, ezeknek a tartalma, ezek egy kupacba kerülnek, tehát ők nem fog senkit érdekelni, hogy ezeket ki tette közzé, és el is mosódnak majd a határok ezek között. Ugye a középső az egy Petőfi audio guide a múzeumhoz. A harmadik az pedig egy lett mobil alkalmazás, és ez pedig azért érdekes, mert Lettországban közzétettek rengeteg tartalmat, közgyűjtemények, és ez már egy vállalkozás, aki üzleti alapon csinált belőle egy mobil alkalmazást. Lettországban nagyon szeretnek az emberek énekelni. És ennek a hagyománya van. Ugye nálunk is van hagyománya, hogy úgy összejönnek az emberek, és akkor énekelnek.
De Lettországban ez talán nálunk is erősebb. Bocsánat. És ehhez egy ilyen dalos könyvet lehetett gyakorlatilag letölteni. Tehát ez egy vállalkozás, ebben látta meg a fantáziát. Ez neki rengeteg újrahasznosítható kulturális tartalomra volt szükség. És van egy másik ilyen, szintén ugyanennek a vállalkozásnak a terméke, akik... bocsánat. Akik gyerekeknek csináltak mese alkalmazást mobiltelefonon, ugye anyucinak, apucinak nincs ideje már mesét olvasni a gyereknek, de a meseolvasás rendkívül fontos, és akkor a gyerek az megrázhatta a mobiltelefont, és minden rázás után új mese jött. Hát most lehet, hogy nem értünk egyet, mert ugye fontosabb az emberi szó, meg fontos, hogy ott legyünk mellette, de hát mint egy izgalmas és innovatív ötlet azért megéri rá szállni egy néhány gondolatot. Összefoglalva itt a lényeget, amiket eddig mondtam, a használat és újrahasznosítás terén szerintem figyelembe kell vennünk egyre inkább az üzleti hasznosíthatóságot, kulcskérdés, és az egy nagyon fontos szerintem a jövőben, hogy a kultúra az nem finanszírozható csak azért, mert ő a kultúra. És ezt talán most is érezzük, hogy mindig az a kérdés, hogy mi nekünk az a hozzáadott érték, mi az a világos érték többlet, amit mi nyújtunk. Ugye ezt úgy hívják a managementbe, hogy value proposition, hogy adunk egy értéket. És mi ez az érték? Ezt fogalmazzuk meg, hogy mi az az érték. Ez szerintem egy kulcskérdés a jövőben a könyvtárak számára, hogy ezt a value proposition-t, ezt ki kell dolgozni, hogy mi ez. Mi a mi értékünk. Szükség van rengeteg újrahasznosítható tartalomra. Az újrahasznosításnál van egy nagy probléma, ez a szerzőjognak a kérdése. Ez ugye mi, akik elkötelezettek vagyunk, hogy mindenki használjon mindent, nekünk ez probléma, akit illet a szerzőjog, neki meg egy bevételi forrás. Nagyon érdekes dilemma ez, hogy az egyetemi hallgatóimmal nekem van egy állandó vitám, arról, hogy szabad-e kalóz, nem is az, hogy szabad-e, nyilván nem szabad, de hogy etikus-e ilyen kalóz oldalakról letöltött filmeket, zenéket hasznosítani. És az a durva, hogy a gyerekek egyáltalán nem érzik ezt problémának. És ugye ilyenkor az emberről csak felmerül a kérdés, hogy nem-e én vagyok a hülye. Ugye? Hogyha mindenki úgy gondolja, hogy ez nem probléma, akkor nem-e én vagyok az öreg, aki ilyen nagyon avittas a gondolkodásom. Na most ugye a Facebookon ott nem létezik szerzőjog. Valaki csinál egy jó pofa valamit, ugye? Rengeteg példát tudnánk mondani, Johann Sebastian Frack, és akkor egy kutya ilyen izébe, ilyen hülyeség, azok így állandóan mennek ugye Facebookon. Akkor valaki ezt megcsinálja, akkor ő nem kér érte pénzt, vagy valaki csinál egy mémet, nem kér érte pénzt, és ehhez mindenki hozzászokik, és ez úgy összességében a szerzőjognak a kereteit, ez állandóan bombázza is. És szerintem ez időkérdése, hogy ez nagyon, hogy ez oldódjon, ez a dolog, és egyre kevésbé lesz ez probléma. Nagyon sok könyvtár csinálja azt, hogy ha mi valamit digitalizálunk, akkor azt arra úgy tekintünk, hogy ez a miénk. Mert ezért mi dolgoztunk meg. Ugye? Tehát vannak a dolgok, amiket, vannak a dokumentumok, meg a tartalmaink, amik megvannak. Azt egyértelmű, hogy ezt más is használhatja, de amit mi digitalizáltunk, mondjuk azt is használhatja, de nem engedjük azt, hogy ő felhasználja és újrahasznosítsa ezt a dolgot.
Nagyon, nagyon sok könyvtár van, van ezzel. Értjük, hogy, hogy mi a probléma? Na most, hogyha mi azt szeretnénk, hogy a kreatív ipar képviselői ezekkel dolgozzanak, akkor itt két megoldás van. Vagy mi legyünk a kreatív ipar, és csináljunk belőle valami olyan dolgot, amire vágynak a felhasználók. Erre nincs meg egyébként a szakértelmünk. Tehát innentől mondjuk azt, hogy ez legyen szabad. Csináljon vele azt, amit akar. És szerintem ez egy, a jövőben ez is oldódni kell, ez muszáj, hogy ez oldódjon, és amit mi digitalizálunk, azzal mindenki szabadon garázdálkodhasson. Van olyan könyvtár Magyarországon, ahol publikálási díjat szednek, mondjuk van egy képes lap, amit digitalizáltak, vagy egy eredeti fotó, amit én digitalizáltatom pénzért, a saját adózott pénzemért, és utána, hogy én azt közé tehessem egy könyvbe, azért kérnek pénzt, mert az a könyvtáré. De ez nem a könyvtáré, hanem az a népé. Lenyém is. Ugye? Tehát ezen el kell gondolkodni. És ehhez, hogy ez megvalósuljon, ugye használók, kreatív ipar és kulturális örökség szektor részéről is nagyobb elkötelezettségre van szükség. Hogy ebben a kérdésben hol tartunk, ezt jól mutatja ez az ábra, ez szintén az Európeánából származik, Európeánál statisztikáiból, és még hozzá 2014-es adatok. Ez azt mondja, hogy ez itt a kulturális örökség, ennek a 10%-a az, ami digitalizáltan elérhető. Ez európai kulturális örökség, annak a 10%-a digitalizáltan elérhető. A 10%-nak a 12%-a van benne az Európeánában, és ennek 35%-a az, ami újrahasznosítható. Amiről világosan látjuk, hogy ezzel ténylegesen azt csinálunk, amit akarunk. Szóval ez az, amit növelni kellene, mind a digitalizált anyagok nagyságrendjét, mind pedig az újrahasznosított hatóságot. A következő ilyen nagy gondolati csomópont, amin el szeretnék indulni, ez a közösség. Ugye először azt mondtuk, hogy találkozások, információ. Információra kell reflektálni, úgy kell közzétenni az információt, hogy arra lehessen reflektálni. A következő az a közösség. Könyvtárunk közösségi tér. Ebben a kérdésben ugye nem akarok nagyon elmerülni ezekben az elméletekben, csak arra hívnám fel a figyelmüket, hogy ugye van nagyon sok társadalmi tőke elmélet van, és a társadalmi tőke elméleteknek a közös pontja az a bizalom. Bízni kell egymásban, és van egy ilyen általánosítható bizalom, hogy általánosan mindenkibe kellene, hogy én bízzak. Akkor van sok a társadalmi tőkéből, hogyha az emberek jellemzően bíznak egymásban. Ennek nagyon jó példáját lehet látni a skandináv országokban, ahol például valaki elmegy otthonról, nem mindig zárja be a garást. Ő bízik benne, hogy ott van jetskije, ezt nem fogja senki elkötni. Ugye? Hát nem tudom, hogy mondjuk Magyarországon ezt meg lehetne tenni, hogy valaki büntetlenül, stabilan mindig nyitva hagyja a garást, de ezt szokták mondani, hogy skandináv országokban hagyományosan sok a társadalmi tőke. Na most a társadalmi tőkét pedig úgy lehet növelni, hogyha, és ebben ért egyet a könyvtári szakirodalom, hogyha a könyvtárakat úgynevezett harmadik helyé varázsoljuk, vagyis nem is így lehet növelni, hát nyilván nem mi mondjuk meg a frankót, de mit tehet a könyvtár azért, hogy növekedjen a társadalmi tőke? Azt, hogy a könyvtárak harmadik helyként működnek. Ez Ray Oldenburg, ő egy amerikai szociológus, és ő azt mondta, hogy van az első hely az otthon, a második hely a munkahely vagy az iskola, a harmadik hely pedig azok a helyek, ahova ezen túl még megyünk. Kellenek ilyen harmadik helyek, és ezek a harmadik helyek, ezek olyan helyek kellenének, hogy legyenek, és ezt mondja Ragnar Audunsson, ahol a találkozások alacsony intenzitással zajlanak. Alacsony intenzitású találkozóhelyek, azaz nagyon sokféle ember jelenik meg, és az a sokféle ember az lebonthatja az egymással szembeni
bizalmatlanságot, ami benne van. Tehát, hogyha mi nem találkozunk másokkal, akkor mi nem fogjuk lebontani ezeket az előítéleteinket, és másokkal szemben nem fogjuk úgy érezni, hogy bízunk bennük. Na most, ez nagyon sok réteg hordozza a bizalmatlanságot. Ezt szokták, ugye nagyon sokat foglalkozunk manapság a multikulturalizmus kérdésével, de azt mondta egy Gans nevű szociológus, ő azt mondta, hogy a eltérő kulturális háttér miatt nem csak az tőlünk etnikai szempontból különböző emberek azok, akik a konfliktusokat hordozzák, hanem ő ezt így fogalmazta meg, hogy vannak például a kozmopoliták, vannak a gyermektelen nőtlen hajlandó fiatalok, akik hasonlítanak a kozmopolitákhoz, de eltérő átmenetiek a kulturális kötődéseik. Akkor vannak társadalmi kirekesztés által fenyegetett rétegek, munkanélküliek, segélyből élők, akikkel nehéz, akik egy kicsit más honnan jöttek, akikkel egy kicsit nehéz megtalálni a hangot, mert más hátterük van, mint nekünk. Nagyon érdekes egyébként Na jó, hát erről persze sokat lehetne beszélni, tehát mondjuk Miskolcnak a helyzete ilyen szempontból, ez az egész multikulturalizmus szempontjából. Ugye én itt nőttem fel az avaslakótelepen, és akkor az avaslakótelep a 80-as években az teljesen más volt, mint most. Az egy ott általánosított bizalomnak egy nagyon magas szintje valósult meg. Akkor ugye el lehetett menni egyedül az iskolába és így tovább, tehát az más volt. És nagyon érdekes, hogy hogy ez a fajta általánosított bizalom az, ami megcsappant, és amire szükség lenne. Na itt is nézzünk néhány példát. Úgy látom, hogy rohamosan fogy az időm, de én ettől nem esek kétségbe. Az egyik ilyen példa az Antwerpeni könyvtár. Az Antwerpeni könyvtár az egyik kedvenc példám. Itt volt régen egy garázs, parkolóház, így hívják, egy parkolóház, ami elveszítette a funkcióját, és beköltöztek mindenféle drogosok, hajléktalanok és ilyen lecsúszott emberek. És amikor a könyvtárat kialakították, mikor új könyvtár kellett Antwerpennek, akkor ezt a parkolóházat jelölte ki az önkormányzat a könyvtárnak, és ezt alakították át, és olyan formán alakították át, hogy azért látszik az egésznek a múltja, látszik, itt jöttek fel az autók, és szépen beépítették úgy, hogy ez trendi legyen. Ott a tetején látszik, hogy ez egy abszolút mértékben egy ilyen ipari felhasználásra szánt épület. A belső terek azok úgy vannak kialakítva, minden egyes bútor darabon vannak görgők, és ezekből a görgőkből változatos tereket lehet adhok jelleggel építgetni. Itt látszik ezen a képen, hogy tolja az a fickó a könyves polcot. Az egésznek a legfőbb tanulsága az, hogy itt rendkívül alacsony a küszöb. Azt értem az alatt, hogy ide bárki szívesen betér. A értelmiségi bemegy, mert ez egy könyvtár. Aki nem értelmiségi, az meg azért megy be, mert nem úgy néz ki, mint egy olyan értelmiségi hely, ahol nekem nincs helye. Tehát egy olyan típusú hely, ami a találkozásokat generál. Hasonló példa, talán lehet, hogy többen jártak is, ez a bécsi közkönyvtár. A bécsi közkönyvtárnak pedig az az érdekessége, hasonló szellemiségben épült ez is, hogy van egy saját metróállomás, ez itt van alatta, ez a könyvtár, van egy tetőterasza, onnan egyébként gyönyörű kilátás van, ez előről a könyvtár. Itt lefelé a metróba megyünk, itt az olvasóterembe. Ez a lépcsősor, ez maga a találkozóhely a fiataloknak. Itt két oldalt ez a gürtel, ez a külső körút, mint nálunk a Hungária körút, annak a sávjai között épült fel a könyvtár, szintén egy meglehetősen szokatlan helyen. És ez két kerületnek a határán van. Az egyik az a
az egy belső, ilyen polgári kerület, ahol jómódú osztrákok élnek, és egy külváros, ahol jellemzőek a bevándorló hátterű emberek és a mondjuk a alacsonyabb jövedelmű emberek, és a kettőnek a határán ez is egy ilyen találkozásokat generáló hely. Ugye az előző példában is volt egy ilyen, hogy hol tartunk. Itt is mutatnék egy ilyet. Ez Finnországban, Norvégiában és Hollandiában készítettek egy felmérést arra, hogy az emberek, ők hogy érzik, hogy számukra milyen területen lehet hasznos a könyvtár. És ugye ezek voltak a munkakeresés, munkahelyi feladatok, munkához szükséges készségek, oktatási lehetőségek, és így tovább. És az az érdekes benne, hogy itt nagyon sok mindent felsoroltak, és az emberek ezeket igenis be is jelölgették. Tehát mondjuk felhívnám a figyelmet például a gyermek felvigyázásra. Ugye csak az, hogy mi a hozzáadott érték. Azt mondjuk, hogy a könyvtár mint találkozó hely, a könyvtár egy olyan hely, ahol feltétlenül nem biztos, hogy a dokumentum miatt megy be valaki. Azt mondjuk, hogy itt van gyermek felvigyázás, a válaszadók 10%-a Hollandiában, és majdnem 30%-a a Finnországban. Finnországban minden érték rendkívül magas, a finnek 80%-a könyvtárhasználó, kicsit máshogy mérik, mint mi, de 80%-a, azt hiszem ez úgy van, hogy egy évvel legalább egyszer bemegy a könyvtárba, tehát ott nem csoda, hogy ilyen magas értékek születnek. Úgy érezte, hogy valamikor már az, hogy ő a gyerekét tudja hova tenni, abban segítségére volt a könyvtár. És ugye itt látjuk, azt mondjuk, hogy mondjuk utazás és pihenés, vagy vakációzás. Ugye itt is valaki kikölcsönzi a úti könyvet, akkor ebben ő segítette a tervezésben a könyvtár. És itt tovább, hát természetesen a legmagasabb ez a fun in reading, azaz az élvezeti célú, vagy szabadidős célú olvasás abban segített. De hogyha megnézegetjük azért ezeket a dolgokat, akkor láthatjuk, hogy a könyvtár az igenis elég sok területen relevánsnak ítéltetett. Érdekes lenne ezt megcsinálni ugyanezt a kérdéssort Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, ugye van ez a közösségi információ. Ugye azt mondtuk, hogy először van reflexió az információra, a tartalomra, van reflexió egymásra, találkozás egymással, és végül közösségi információra, ebben valami olyasmi szerepet gondolok a könyvtárnak, ami összegyűjti azokat a tartalmakat, azokat az információkat, amiket a közösség generál. Ugye ennek a elméleti hátterét ez a Web 2.0 jelenti, aminek ugye a főbb tartalmi elemei az, hogy a hálózat az egy írható és olvasható web, jellemzően megvan benne a tartalmaknak a remixelése, tehát újra mixelem a tartalmakat, és nem foglalkozom vele, hogy melyik honnan érkezett, és eredetileg milyen célt szolgált, én ezt szabadon használom. A tömegek bölcsessége, illetve az, hogy az oldalaknak az értékét a használat adja. Hát ehhez kapcsolódóan ugye a Web2-nek a hátterét azt jellemzően, ugye erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, a könyvtáros rendezvényeken. Ez egy észt szolgáltatás. Ez arról szól, hogy van egy digitalizált tartalom, amit a könyvtár tesz közzé, és ez Tallinnnak a belvárosában egy belvárosáról egy régi fotó. És ez a közösségnek a játéka, együtt kell metaadatolni, hogy ez hol van, hol készült a kép. És akkor ide lövöldöznek az emberek, tehát egy képen kellett ezt bemutatni, megnézni, hogy ez hol van a kép, és akkor az alapján megmutatja tehát elfogadjuk azt, hogy amit a közösség jónak ítélt, az tényleg jó, és hogyha én is beixelem valahol, akkor megmutatja, hogy nekem ez sikerült, vagy nem sikerült. Ugye, hát itt látszik, hogy van a használóknak egy jó része, az úgy gondolja, hogy itt van ez a dolog, de inkább itt. Ugye ez egy ilyen közösségi
tudás megragadó játék. A következő példa, ez Romániából származik, és ez egy meglehetősen régi szolgáltatás, vagy egy régi, nem is szolgáltatás, ez egy projekt volt, ami arról szólt, hogy egy Jurilovcában, Jurilovca az a Duna deltában lévő halász település, hogy ott összeszedni az idős embereknek a tudását. És az volt a projekt lényege, hogy a könyvtáros, a történelemtanár, meg informatikus, meg ilyesmi figurákból állt a projektcsapat, ők összeszedték a helyi fiatalokat. A helyi fiataloknak az volt a lényeg, hogy ők felvegyék azt, amit az idősek mesélnek, és ezt utána egy közös oldalon közzétették. Ugye nem egy nagyon, nagyon bonyolult ötlet, de ha belegondolunk abba, hogy micsoda találkozásokat generál, először is azt mondja, hogy a fiatal találkozik a hagyománnyal. Találkoznak a fiatalok az idősekkel. Ez egy nagy dolog, és amikor ezt leírták ennek a projektnek a beszámolójában, akkor ebben az, ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy az idősek, azok rájöttek, hogy ezek a fiatalok, ezek nagyon jóra való rendes gyerekek. Nem olyanok, mint ahogy kinéznek, ugye? A fiatalok, azok meg rájöttek, hogy az idősek, azok egészen lehet velük beszélni, és jó fejek, és milyen rendes nénik, bácsik laknak itt. Környezetünkben, tehát magát a közösségnek a kohézióját is növelte, és az egy nagyon fontos dolog volt ráadásul, hogy magában a faluban lévő szellemi hagyományt azt közzétették az interneten. Ez számukra rendkívül fontos volt, hogy azt mindenki láthatja, amit ők létrehoztak, és egészen annyira meg tudták csinálni, hogy most itt Miskolcon róluk beszélünk. Az egyik ez a közösségi tudásnak a megragadása, a másik a közösségi kreativitásnak az erősítése. Ezt a fotót, ezt Oszlóban készítettük, ahol a természettudományi karon van egy játszószoba a hallgatóknak. És ott mindenféle dolgok vannak, és akkor abból ők szabadon alkothatnak, kreatívkodhatnak. De lehet legózni, meg összedugdosni ezeket a műanyag alkatrészeket, de vannak szoftverek, vannak csavarok, kis robotok, villanymotor, nem tudom mit. Szóval amikor az ember úgy megálmodja, hogy ő mit szeretne csinálni, akkor ott egy kis prototípusokat, azokat megvalósíthatja. A következő példa szintén egy múzeumi példa lesz. Ez a közösségi kreativitásnak egy elég érdekes szolgáltatása. Ennek az a neve, hogy Van Gogh Yourself. A Van Gogh Yourself, ez... ismerik? Ne? Ja? Arról szól, hogy vannak festmények, digitalizált festmények, és azokat, hogyha az ember a barátaival megcsinálja, tehát beáll ugyanúgy, ahogy a fényképen van, akkor az feltöltheti, és az is megjelenik az eredeti fotó mellett. Ez azért izgalmas szerintem, mert mondjuk ez a beállítás, remélem nem hallgatják a közvetítést, ez szerintem elég fantáziátlan. Ebben én nem sokat látok bele. De a következő rendkívül vicces, ugye ez Karl Marxnak a fotója, és itt ez egy hölgy. Ez a hölgy, ő megragadta ennek a fő jellemzőjét, ezt az elképesztő méretű szakállat, és azzal próbálta reprezentálni Marxot. A következő pedig kifejezetten gondolatokat ébreszt részben a jövő könyvtár ügyében, ez a haldokló Adonis, amit ez a fiatalember úgy reprezentált, hogy ugye egy tabletet helyezett el az ágyéklánál, és mindenféle ilyen technikai eszközökkel vette magát körül, ami ugye olyan változatos asszociációkat ébreszthet. Az egyik ilyen asszociáció például az, hogy amikor a technológiába belehaló fiatal, aki már, de lehet, hogy ez csak az én asszociációm, de az viszont minden esetre érdekes, hogy amikor ezt a festményt eredetileg megfestették, akkor ez a festmény nagyon sokáig tette a dolgát, hatott emberekre, és most annak az a lehetőségünk van, hogy erre mi reflektáljunk, és mi is alkossunk valamit, és ez a fénykép, vagy ez a kép, ez a,
ez a festmény most több száz év távlatból egyszer csak újra éled. Szerintem ez egy szép dolog, és ez is egy olyan típusú találkozás, amit egy könyvtár vagy egy közgyűjtemény tud generálni. És végül egy nagyon röviden összefoglalnám az eddig elhangzottokat. Az én víziómnak a lényege tehát az, hogy a könyvtár az egyetlen egy elektronikus formában hozzáférhető szöveg. Egyetlen nagy szöveg, aminek több pontja is van. Egyébként az irodalmárok ezt nagyon szeretik, ezt az egy nagy közös szöveget, de tulajdonképpen erről van szó a könyvtárban is. Ebben a nagy közös szövegben elmosódnak a határok az intézménytípusok között, és ugyanúgy elmosódnak a határok a tartom előállítója és a fogyasztója között. Nem lényeges, hogy ki az, aki előállítja, ki az, aki fogyasztja. A fogyasztás közben generálódik új tartalom. És a könyvtárnak valami olyasmi szerepe van, hogy ezt a közös szöveget ezt karban tartsa, és ehhez szolgáltatásokat nyújtson, mind fizikai értelemben, mind online térben. Ha ezt nem képes, akkor egyébként, persze ez most ilyen fenyegetésnek hangzik, de hogyha erre nem képes nyújtani, akkor tényleg irrelevánssá válhat, mert azt mondjuk, hogy létrehozni egy olyan fizikai teret, ahonnan egy online teret elérhetek, annak nincs sok értelme. Ezt otthon is meg tudom csinálni, vagy a villamoson. És ezért én valahogy úgy írnám le a könyvtárnak, vagy a jövő könyvtárát, mint egy hidat, vagy egy találkozóhely, vagy egy kommunikációs csatorna, vagy egy nagyon divatos mostanában ez az angol szakirodalomban a commons szó. A commons az közlegelőt jelent, tehát egy ilyen információs közlegelő, ahol mindenki szabadon legelhet. Ahol találkoznak emberek tartalmakkal, emberek emberekkel, egyének és közösségek, és így tovább. És ezt a sort szerintem végtelenség lehetne folytatni. De csak maga ez lenne itt a lényeg, hogy egy híd, a könyvtár az egy híd, ami találkozásokat generál. És nagyon köszönöm a figyelmet, nekem ennyi volt a bevezető gondolataim.